Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit templomunkban. Mondjuk el az Óm Nám mantrát hétszer. Ó Köszönöm szépen. A mai nap mindenki hősies erőfeszítést tett. Egy olyan pici helyen, ott, az interjú szobában, hatalmas erőfeszítést. Legtöbbötök három-öt percig volt bent, és az alatt találkoztatok valamivel, ami legtöbbötökben meghökkenést váltott ki. Ez nem más, mint az intuíciód első száncsapásai. Itt nyugaton nagyon sok definíciója van az intuíciónak, és bizton mondhatom, hogy ha definiálható, akkor az nem az intuíciód. Akkor az valami egyéb, valami más karma. Ha gondolat, akkor gondolati karma, ha érzelem, akkor érzelmi karma, de az intuíciót nem lehet szóba fogni, mert igazi, önvalód, közvetlen megnyilatkozása. Ezért gyakoroljuk. Ezer évvel buddha után, Bodhidharma idejében már rájöttek, hogy a szútrák önmagukban alapnak jók, de ahhoz, hogy te elérd a szútrák forrását, azt a tiszta tudatot, ahonnan azok származnak, elégtelen. És ezért a doxa, a tudás helyett, vagy azt meghaladandó, a paradox kellett, amely nem szóba fogható és nem gondolható el, de működésbe hozza a természetedet, azt a tiszta, tükörszerű, térszerű önvalót, amely nélkül egyébként nem is lennénk emberek. Eleinte az értelem megpróbál egy picikét kapaszkodni a kérdésbe. Körülbelül olyan, mint amikor egy macska kölyök egy porcelánnak a felületét a karmaival megpróbálja egy kicsikét megkarmolni, hogy hát, marad. Később, ahogy haladsz, az értelmed átadja a stafétabotot az érzelmeknek, eleinte főleg a hölgyek, de aztán rögtön a fiúk is az érzelmi intelligenciájukkal szeretnék megoldani a kérdéseket. Hát ez már a váltófutásnak a netovábbja, és akkor rájössz, hogy azzal sem megy. Amikor az értelmi és érzelmi intelligencia már nem működik, akkor mit marad? Marad a kinetikus, a mozgás, a cselekvés. Azáltal eljutsz oda, hogy már meg se tudsz mozdulni, és mégis valami egyszer csak átkattan, és a válasz megjön, nem tudod, hogy honnan. És innen a nem tudom, hogy honnan nyilvánvalóvá válik. Pontosan a nem tudhatóból jön a válasz. Ha tudható, akkor az az elmédnek a korábbi konstrukciója, tanulmánya, műve. De ahhoz, hogy ebben a nem tudhatóban bízhass, ahhoz ezt gyakorolni kell, sőt, meg kell szokni. A Budha idejében volt egy kitűnő világi gyakorló, Vimalakirti, olyannyira haladott volt, hogy az egyetlen egy világi, akinek a neve benne van egy későbbi szútrában, a Vimalakirti nyírdése sútra szútra, ezt ajánlom mindenkinek. Rendkívül egyszerű és világos. Tehát ahhoz, hogy te ezt az intuíciót, amit annyira szeretnénk, mert valami misztikusat, rejtettet, fel nem fedezettet sejtünk benne, hogy ezt művelhesd, ahhoz ki kell fizetni az árát. Ennek az ára az illúziód, az önképed, az a sok-sok dualitás, amit viszel magaddal, mint fixa idea. És itt fizetsz. Ez a darma bank. Leteszed a karmádat, és ez szépen kamatozik. Mint föld a komposztban. Ha figyeled a természet működését, nincs hulladék. Nincs pazarlás. Mi emberek ezt el kell, hogy sajátítsuk. Nincs rossz karma. Jó sem. Csak karma van, és hogyha azt hagyod egy picit ülepedni, nem mozogni, az elméddel nem hozzányúlni, akkor előbb-utóbb megérik. Valamilyen belátás lesz belőle, és végre megszűnik a hamis azonosulás ezzel a karmával. Amikor megszűnik, akkor szabadulsz meg, előtte nem. Előtte rövid vagy hosszú pórázon, de a karmádnak a terméke, a következménye vagy, és ez azért is szomorú, mert eredetileg mi teremtettük ezt a karmát. Egyénileg, Párban, családban, csoportban, mi teremtjük. Ahhoz, hogy az intuitív működésre egy picit rávilágítsunk, szükség van az ilyenség fogalmára. Ezer éve, Budha után, ahogy hallottad, megszülettek a kóanok, a paradox történetek, és ezzel az összes dualitást igyekszünk meghaladni, beleértve a szenvedés és nyilván a dualitását is. Eleinte egy kicsit furcsának tűnhet. Tehát nem buddhisták vagyunk? Nem. Itt egy darab buddhista nincs. Örülök. Zen gyakorló még csak-csak, de ahol a dualitások megszűnnek, ott izmus nem marad. És hogyha az egyenes úton szeretnél haladni, akkor az izmusokat rakt ki a hátizsákodba. Tehát nem valamihez, valamibe elérkezünk, hanem ide érkezünk vissza. Nem valamilyen különleges nézetet sajátítunk el, hanem az eddigi téves nézeteinket pakoljuk ki és hagyjuk hátra. És nem valami különleges új avatár leszünk, hanem önmagunk leszünk egy letisztítottabb világos alakjában. És ezért az ilyenségről muszáj beszélnünk, hogy ezt a tiszta tükörszerű bölcsességet működésben bemutassuk. Nagyon ritkán látjuk, hogy az égkék és a fűzöld. Általában azt hisszük, hogy az énegem kékebb, mint a tiéd. Vagy az én füvem hosszabb, mint a szomszéd füve, meg zöldebb. És ahhoz, hogy ezt meglássuk, hogy az ég kék és a fű zöld, ahhoz le kell tenni az összes szűrőt, énséget, pozitív és negatív ideát. És amikor látod ezt, hogy a padló barna, és égnek a lámpák, akkor ez az igazság ilyensége. Mert tisztán látsz, tisztán hallasz. De ehhez ennek a tükörnek belül tisztának kell lennie, ez pedig a lényeg. És a lényeg tapasztalata az az egyévállás ilyensége. Ebben a pontban megszűnik minden duális gondolkodás. Érdekes, hogy csak az embernek van problémája ezzel a homlokcsakrával. Nekünk túlságosan is nyitott ahhoz képest, hogy mennyire nem látjuk az én képzetet. Az állatoknak nincsen problémája. A hegyeknek, a fáknak, a tavaknak sincs. Ők úgy működnek, ahogy éppen működnek, és intelligensek, de nincsenek tudatában ennek. Hát az emberhez képest az összes többi lény az nem kívánja meg az egyévállás ilyenségét. Ők nincsenek tudatában az ilyenségnek, és ez a nulladik pont az ilyenség nélküliség. Utána a kettősségre szakadt, ellentétekre szakadt gondolkodásból következik az egyévállás ilyensége, ennek a szükségessége, hogy valahogy meg akarunk nyugodni, meg akarunk állapodni, egy nem mozduló világos tudatot tapasztalni. És ez az egyévállás nélkül nem megy. Ezért nagyon sok igazság, relatív igazság létezik a Földön, de egyedül üdvözítő nincs. Abszolút nincs. Ennek a képzetében már egy pár millióan belehaltak az abszolút igazság képzetébe. Megfigyelted, hogy a világ egyik sarkán keletkezik egy abszolút hit, abszolút igazság, és a másik sarkában rögtön valami, ami ezzel ellentétes, és ugyanolyan abszolút érvényel óhajt föllépni. Milyen érdekes. Tehát az igazságot nem látjuk tisztán, hogyha nem tapasztaltuk igazi önvalónkat, ha nem tapasztaltuk a lényeget, azaz az egyévvállás ilyenségét. És az igazságból, és csakis az igazságból következik a helyes működés. Ha nem látom tisztán a környezetemet, magamat, a társamat, a csoportomat, ahol élek, akkor nem is tudok helyesen működni, nem látom a helyzetemet, nem teremtek helyesen kapcsolatot, és nem működöm helyesen. A működés ilyenségének kétféle alapváltozata van, az egyik az alanyi, egyé váló. Mindenki dolgozik? Én is dolgozom. Együtt teszünk, együtt sétálunk, együtt meditálunk, közösen cselekszünk. És ez nagyon könnyű. Ez az együttérzés alapja, ha te szomorú vagy, én is szomorú vagyok. Boldog vagy, én is boldog vagyok. A második, az pedig a tárgyi odaforduló működés. Ha megsérültél, bekötözlek. Ha éhes vagy, enni adok neked. Ha fáradt vagy, segítek, ott a szállásod, pihenj le. És ha megnézed, a kapcsolataink nagyjából ebből a kettőből tevődnek össze, az együttműködés alanyi, egyéválló, vagy tárgyi odaforduló. És a kapcsolatbeli hibáinkat is általában itt követjük el, hogy felcseréljük a kettőt. Tehát szembefordulok a másik emberrel, amikor az oldalára kéne állnom, és akkor állok az oldalára, amikor éppen szembe kéne fordulnom vele. Nézd meg, hogy hányszor követtük el ezt a hibát. Hányszor ment rá a kapcsolat egy része, amit úgy restaurálni kellett rögtön. Általában akkor fordulunk szembe a másik emberrel, ha ő nekünk nem tetsző dolgot mond vagy tesz. Igen, ám, de miért teszi? Miből indul ki az az érzelem, gondolat, szó vagy cselekedet, amely nekünk nem tetszik? Fordítva is igaz, általában akkor állunk egy másik ember vagy embercsoport oldalára, ha nekünk tetsző dolgot cselekszenek. Igen, ám, de mi az irányultsága ennek a tetsző cselekedetnek vagy karmának? Hova jutunk ezáltal mindannyian, hogyha ugyanazt az irányt követjük? Hát bölcsességünk és az okozatiság látása az nem választható külön. Nincs külön megfogalmazható ideológikus, vallási, tudományos vagy egyéb bölcsesség, amely nem az okozatiságot követné. Ez nagyon fontos. És hogyha megnézed, akkor a négyféle ilyenség helyes látása és művelése a helyes életvitelnek az alapja. A gyakorlatunk nyomán kialakulnak olyan tapasztalások, amelyek a hitrendszeredet formálják. A zenben nem írás vagy szóbeliség alapú a hitrendszer, ezt már mindenki tudja. A zen négy alapelvét mindenki ismeri a hitrendszer az azért fontos, mert anélkül nincs egy belső hierarchia, amely nyomán a te értékrended helyesen, autonóm módon, de mégis a világgal összhangban kialakulhatna. És ha nincs értékrend, akkor életrend sincs. Fordítsd vissza, az életrend hiánya mindig az értékrend problémáját mutatja, és az értékrend hiánya pedig a hitrendszer hiányosságát mutatja. A szellemi autonómiával nem rendelkezőket lehet a legkönnyebben manipulálni, befolyásolni és felhasználni. Fordítsd vissza, hogyha bármikor úgy érezted, hogy téged manipuláltak, felhasználtak, akkor valamit nem láttál, főleg belül nem láttál. Ott a tükrön vakfolt volt. Ott hagytad magad, ott megengedted, ott tapasztalatlan voltál. És hogyha így nézed, akkor a meditáció, mint felébredés, az nem egy elvon dolog. Az ennek a pillanatnak a helyes élése és helyes tapasztalása, nehézségek közepette akár, és ennek a laboratóriumi virtuális változata a Kohn interjú. Így már más, ugye? Mindenki mosolyogva jött ki, de néha nem tudtad, hogy miért mosolyogsz. Az ember a saját humorérzékével a legnagyobb slamasztikából is ki tudja rántani magát, legalább egy kis időre. És megy nevetni azon, hogy most éppen nem tudtad, és mint egy hat éves gyerek néztél fölfel, hogy úristen, mi van? Most akkor Jújú miért fogadta az egyik remete válaszát, és a másikat miért nem? És hirtelen az elmédet beküldöd egy végtelen ciklusba, és hogyha nem állítod meg, akkor ott is marad hatalmas fogaskerekek így belül, mint egy toronyóra, a régi, középkori templomok toronyórája. Ma szándékosan nem kérdeztem meg, hogy hogy vagy, az sem, hogy van-e kérdésed. A mai interjú sorozatban karma egyáltalán nem hangozhatott el, és azt akartam, hogy a darmára fókuszáljunk arra, amit ki tudunk hozni belőled. Úgyhogy itt az ideje a kérdéseidnek, amelyet olyannyira négy szem közt akartál föltenni, ugyanolyan konkrétan, de részletek nélkül, nevek, helyszínek és dátumok nélkül, de metsző őszintességgel itt fölteheted. Itt a lehetőség. Kinek van kérdése? Van-e lehetőség gon interjúra? Van. Például ma is volt, és holnap is lesz. De ezen kívül, tehát hogyha én csak arra szeretnék jönni. Azt is lehet. Hát igazából azért, mert én úgy érzem, hogy már az ajtóban megvolt a válaszom, és én úgy érzem, hogy az én tudatomat azt tisztítaná legjobban, hogyha így gyakrabban járhatnék ilyen kalan interjúra. Szeretnél százszázalékos fehérjét tenni minden étkezéskor? Esetenként igen. Esetenként igen. Szeretnél százszázalékos alkoholt inni az adott százszázalékos fehérje után? Nem. Ugye? akkor ezért javaslom az elvonulást, mint egy megfelelő környezetet, ahol 40, 50 és 60 százalékos telítettséggel mink halandók is körbeveszünk téged, és így ez az egész egy picikét a csoportkarmát, az egyéni karmát, az evéskarmát, az üléskarmát, ezt mind tisztítja. Tehát amit most mondasz, az a nyugati, intellektus, nagyon egészséges, hatékony törekvése, hogy az eszenciát ragadja meg. Megkérdezlek, milyennek a botnak az eszenciája? Fa. Mm -mm. Ő ezt nem tudja, hogy fa. Tessék. Ügyes vagy. Most mondd meg nekem, a botnak a lényege ketté választható, és leválasztható a botról? Nem. Nem. Örülök. Foglal helyet. Tehát a zen és így a meditációs irányzatok, az elmélyedés irányzatok, a közvetlen tapasztalattal szolgáló irányzatok a jelenséget és a lényeget nem választják külön. Ennek a pillanatnak a tisztasága minden helyzetben működik. Legyen az evés, ivás, alvás, koan, beszélgetés, evezés, takarítás, alkotás, tehát nincs olyan lényeg, amit ki lehetne vonni a világból amit ki lehetne vonni a jelenségekből. Ha ebből a botból ki tudnám vonni a lényeget, és egy ilyen kis kapszulában, mint bot lényeget el tudnám vinni, akkor ez így kiürülne, összeomlana, elporladna, de abból a kis lényegből én vissza tudnám alakítani a botot egy másik helyen és egy másik időben. Na, ez az elmének a játéka. Mert ilyen nincs. Mi ezt nagyon szeretnénk, de nem lehet. A százszázalékos alkoholba belepusztul mindenki, még a legkeményebb alkes sem bírja. A százszázalékos fehérjét valójában nem tudod megenni, annyira ízetlen és borzalmas. Legalább valami kicsi íz kell, de attól már csak 99 százalékos lesz. Ugye? Konyhafőnök nagyon jól tudja ezt. Ezért nem jövünk külön kóan mert az elmédnek a zaját nem tudnád kikapcsolni. Erre az egész környezetre, mint Gyakorlatra szükség van. Ha még mire van szükség, mondja. Mondhatom, a, tehát uh -huh. igazából én régóta egyedül élek, naponta mondjuk 7-8 órát vagyok egyedül az erdőben, nincs tévém, nem is volt semmikor, nincs internetem, tehát hogy én úgy érzem, hogy én otthon eléggé elvonultan élek. Mindemellett délelőtt én is beszélgetek más emberekkel, tehát találkozni szoktam, úgymond, akik úgy az utam, mon vannak, tehát, hogy én azért érzem egy kicsit úgy, még mindig lehet, hogy mondjuk alszom rá egyet, másként fogom érezni, hogy én otthon szerintem, aztán lehet, hogy nem így van, de hogy én nagyon jól tudok meditálni, meg az én Persze. környezetemben, az erdőben, ahol én ezt csinálom már. Hát ez így tökéletesnek tűnik, ugye? Hát, tökéletes, hát természetesen van ebbe sok minden. Akkor elmondok neked egy kínai történetet, egy nagyon nagy tiszteletű szerzetesre. Ő is az erdőben volt, napi 7-8 órát meditált lehet, hogy többet, és ő tényleg egyedül élt, nem beszélgetett úgy senkivel se, nem volt internet, televízió, mobiltelefon, semmilyen elektronikával nem rendelkezett az a szerzetes. Viszont, amikor már úgy érezte, hogy elérte a nemes meghaladó bölcsesség állapotát, akkor kiírta, sőt, belefaragta egy ilyen kis lapocba, hogy olyan, mint a hamu. Szó szerint természet, mint a hamu. Ez az ellobbanás nemes három kínai karaktere volt, ezt kirakta, és tovább meditált, mert neki aztán tényleg mindegy volt, hogy bejön -e ezek után valaki a remetességbe, vagy sem. Egyszer csak egy idős hölgy megjelent, leborult a szerzetes előtt háromszor, mert hát ha ő elérte a nirvanisztikus magasságokat, akkor csak tiszteletet érdemel. Amikor a három leborulást elvégezte, és tisztelettudó habcsang tartásban így térdelt a szerzetes előtt, azt mondta, tiszteletre méltó, kérlek tanítsd meg nekem, hogy milyen az a természet, amely olyan, mint a hamu." És erre a szerzetes ékes szólóan gyönyörű szófűzéssel fél óra alatt elmondta, hogy milyen a meghaladó bölcsesség, és milyen az, amikor az énség tüze ellobban, és se kapzsiság, se harag, se bármiféle vágy, vonzás, taszítás már nem keletkezik benne. És erre az idős hölgy hálálkodva azt mondta, hogy hát ezt nagyon-nagyon köszönöm, én meg is jegyeztem, de az én férjem már nagyon idős ő neki, hogyha fele ilyen hosszan el tudná mondani, akkor azt a férje is megjegyezné, és ő úgy szeretne hazamenni, hogy a férje is értse. Erre a szerzetes habozás nélkül még tömörebben, még gyönyörűbben fele annyi idő alatt elmondta, és az öreg azt, hogy hálálkodott, hogy ó, tiszteletre most már tényleg a lényegét hallottam, de van nekem egy unokám is. És az unokám nagyon-nagyon kicsi, még csak nyolc éves, és őnek is szeretném öt percben elmondani. Lehetne, hogy esetleg öt percben elmondaná, hogy milyen az a természet, amely olyan, mint a hamu? Hát természetes, szerzetes, úgy megnézte, hogy miféle öreg asszony, hát biztos van neki nyolc éves unokája, és elmondta öt percben, és a hálálkodást egy újabb kérés követte, hogy igen ám, de van nekem egy szomszédom is, ahol viszont egy öt éves kisfiú van, aki hát nem a legokosabbak közé tartozik, de két percben, ha elmondaná, akkor azon nyomban megegyezni és elvinni haza. Elmondja két percben a szerzetes, de már egy kicsikét azért a tanti ennyi kezd befeszülni. Amikor a hálálkodásból feljön az öreg asszony, és azt mondja, hogy tiszteltre méltó minden csodálatom tanítóképességed és megvilágosodott tudatod előtt ismét leborulok, egyetlen mondatban mond meg létszés, hogy a dédapám is megjegyezhess, aki már tényleg nagyon öreg, és már csak engem ért meg, és az egyetlen mondat ténylegesen a nirvánába fogja őt juttatni. Ekkora szerzetes felülvöltet, hogy elegem van belőled, nem macerálj engem a különböző rokonságoddal, a világi karmáddal, az unokáddal, a férjeddel, a szomszédoddal, a szomszédod gyerekével, ha nem értetted meg ennyiből, menj innen! Erre az öregasszony földön túli mosolyjal meghajolt előtte, felvette a való a gyönyörűséges fehér testét, fellépett egy gyönyörűséges felhőre, és ahogy azon távolodott, így köszönt el. Ó, nagy tiszteletű szerzetes, úgy látom, van még egy kis parázs az alatt a hamu Azért érdemes itt gyakorolnunk itt közösen, mert amíg Egyébként te otthon a kis komfortzónádban azt hiszed, hogy olyan jól vagy, meg a családtagok is békén hagynak, meg a kutyád, meg a macskád, eljössz ide, és azonnyomban az ismeretlenségből előugrik valaki, akit te ki nem állhatsz, de arcról már. Ez csak időkérdése. Ha ez még nem fordult veled elő, akkor gyere még gyakrabban, és előfog. És ez azért jó, mert előbb-utóbb a karmádnak a vakfoltjai megjelennek, és hogyha te ezt még eddig nem láttad, akkor tényleg, mint a szerzetes, azt hiszed, hogy hát tényleg te már annyira jól vagy, és mindenkivel jól vagy, és hogyha ez így van, és te tényleg a világban, az úzásban, a dualitások elős közepén az ilyenség gyönyörűséges tudatát meg tudod tartani, és helyesen tudsz viszonyulni, akkor a tüzed megfelelő módon ég a zen az azt tanítja tényleg, hogy hogy lép be a nirvánába. De azt is, hogy hogyan lép ki belőle. Megtanítja az ellobbanást, de megtanítja a helyes újragyújtást is. Mert emberek vagyunk és élünk. Az az érdekes, hogyha az életet és a halált nem haladjuk meg, hogyha a dualitásainkat nem haladjuk meg, akkor benne maradunk az egoitás téves nézeteik között. De ha nem jövünk vissza a hegycsúcsról, akkor fél munkát végeztünk. És a mai élet olyan, hogy bejössz egy kicsit ide, egy kis szervíz, és utána a jármű megint megy az autópályára, vagy a pályára, vagy a mindennapi élet útkereszteződéseibe, és kapsz jobbról balról, belülről, kívülről. Aztán megint eljössz, és megint egy kis nem mozduló, egy kis szervízállomás. Így megy ez, kérem szépen. Egyéb kérdés? Én azt szeretném megkérdezni ezzel kapcsolatban, hogy mi a helyzet akkor, hogyha én nem akarom ezt az újralobbanást, és mondjuk nem akarok visszatérni a, abba az életembe, amiből most ide érkeztem. Hát ne abba az életedbe térjél vissza, hanem egy újba. És azt hogyan? Mert most ő, minden, ami eddig fontos volt, a személyek, a problémáim teljesen ugye, nem érdekel egyszerűen, nem hiányzik senki, a, a, vagy nem is értem ezt az egészet, és most nem tudom, hogy hogyan folytassam az életemet. <tudja> Mondok egy kis, ilyen kis kisokost, ilyen kis vonalas papír, okay? hogy az vezetje majd a kezedet. Az új életed a megszólalásig fog hasonlítani a régihez. De te megváltoztál. A helyzet lehet, hogy hasonló, de a kapcsolat már más, és így a működés is más. Nem tudod lecserélni, a saját környezetedet az utolsó atomig öt évenként. Éppen elég a természetes válságok sebességével és periódikusságával haladni. 10 évenként, 17 évenként, 22 évenként azért akadnak válságok, akár tetszik, akár nem. Még gyakrabban is. De te magadat változtasd meg, és akkor fog az életed megváltozni, Jelenleg a közömbösség állapota, hogy nincs, nincs szükséged emberekre, akikre korábban volt, vagy tárgyakra, vagy egyebek, ez átmeneti. Aztán majd lesz. És ez egy egészséges körforgás. Az irányodat abból veszed észre, hogy valójában kikkel vagy körülvéve. Valójában miben hiszel, és mit csinálsz. Hát az elmúlt tíz év az nekem nagyon sok tanulsággal szolgált. az egyik legalaposabb, amely tíz éve keletkezett, és a mai napig így fénylő csillagként vezet, az három mondat. Azokkal társulj, akikben bízol. Olyat tégy, melyben okod van hinni. És legyen bátorságod a kettőt végigvinni. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Junge szeretnék kérdezni, hogy néhány mondatot tudnám mondani róla, mert az elmúlt meditációban mindig előjön a mantrája, és nem tudom, hogy igazából hova tenni, nem, tudom, nem, nem, olvastam még nem találtam róla semmit. Közösen hapcsang, ismételd utánam, amikor az első periódusnak vége. Na, mocsilgulgyi, bulmode, dzsungyebószál. Na, Chilgulje Bulma Da Junje Bosal Namo Chilgulje Bulma Da Junje Bosal Namo Chilgulje Bulma Da Junje Bosal Ennyit tudok Junje És a jelentés az, hogy a nagyszerű teremtés vagy megvalósulás bóthi Tehát ez egy teremtő mantra. És kész. Egyéb kérdés? Ott hátul tessék. Aztán itt el. A... Azt szeretném kérdezni, hogy mit üzensz a lusta embernek? Van itt lusta ember? Van, amikor az ember lusta. Melyik ember? Itt olyan sok van. Szerintem már mindenki volt egyszer lusta. És elhárító mechanizmusa is volt mindenkinek. Három lehetőséget kaptál, hogy egy egyes szem első személyű kérdést föltegyél. Itt az utolsó, tessék. Sokszor vagyok lusta. Na végre! De nem vagy rest ezt a kérdést föltenni. Ez nagyon jó. Ha nagyon lusta lennél, meg se szólalnál, megpróbálnál leheverni ott, aztán gyöngéden föltámasztanánk. A lusta ember az három helyre látogasson el. Kórház, temető, újszülött osztály. Nézzen oda be. És ha az nem hozza ki a lustasságából, akkor semmi. Nem elég? Akkor nem marad más, mint az extrém kockázattal bíró sportok és tevékenységek. Hát látom, nem kapkodod el, semmi baj. Nem, ezért még rágom magam. Ne sokáig. Azzal is rontod a karmádat. Szóval, reggel, mikor vizsgáltad a víznek a minőségét, azt mondtad, hogy jó lenne, egy kis önfegyelmet gyakorolnánk magunkon. És az a kérdésem, hogy ha én mindig fegyelmezem saját magamat, akkor nem fog elveszni az életembe a spontaneitás? Ha megfelelő módon fegyelmezed a fegyelmezést, akkor nem vészel a spontaneitás sem. Oké. Okay kicsit kifejtenéd bővebben? Nem, mert az már túl lenne. Köszönöm. Szívesen. Itt elő, aztán ott hátul. Mi van akkor, hogyha ugye az ember törekszik erre a fegyelemre, és minél inkább törekszik rá, meg hogy ne hibázzon, és hogy tökéletesen tudjon cselekedni, és ugye annál többet hibázik, és annál szerencsétlenem, van, annál, annál rosszabb dolgok történnek vele, hogy ebből hogy lehet kijönni. Úgyhogy el kell menni egy koncertre és meg kell nézni, hogy a zenészek hogy hangolnak. A buthának egy hatalmas hasonlata van, ahogy látta, ő a folyóparton, ott a Niranjana partján, és látta, hogy a hajóban ott van a zenész, meg a tanítványa. Ha az a hangszer helyesen föl van hangolva, játszol rajta, túl feszes, elpattan, túl laza, teljesen hamis. Az emberi elme is ilyen, meg a test is. Ha nincs fegyelem, akkor teljesen szétesik, a túlfegyelmezet olyan görcs van, hogy akkor meg azért nem működik. Tehát a tisztán látásból lesz a helyes tartás. Tehát az ember nem olyan koncentrációt gyakorlunk, ami ilyen, érted? És így próbáld meg mondjuk 10 percig így tartani, így kőkeményen beszorítva az öklöd, hát nem fog menni. Viszont ha csak így lazán tartod a kezedet, akkor nem tudsz a kezedbe venni semmit, mert nem feszülnek meg az izmok. Hát nem marad meg benne semmi. Tehát a túl laza, nem jó, túl feszes, nem jó. Mikor, mire van szükség? Ezért tanítjuk a jelenlétből fakadó figyelmet, tisztánlátást, és akkor helyzetfelismerés, kapcsolat és csalákvés, perműködés. És ez nem túl meg nem túl rakoncátlan vagy kaotikus. Ez a középút, ugye? És a középút tanításában rengeteg energiát fektettek. Tehát, ha igazán a filozófiai mélységeit akarod, akkor Nágágágcsuna, 14. pátriárka, pont félúton, Buddha és Bóti között, olyan filozófikus alapvetés, hogy az összes nyugati zokogva rohan a pénzért. Annyira részletes, komplex, minden kétséget kizáró, biztos és igaz. De ez nem filozófiai alapú. Van filozófiai alapvetése is, de tapasztalati alapú. Viszont azok az iskolák, amelyek később mondjuk a zenhez, mint szellemi alapszolgáltak, mágyamaka, joga, csára, az avatamszakasz útra iskolái és a többi, ezek enélkül nem lennének meg. Tehát az intellektusnak is egy kőkemény háttere van itt, csak mi ezt nem szoktuk hangsúlyozni, mert akkor még nehezebb lenne itt a, az agyunk. Tehát minimális vagy éppen szükséges tudással, pontosan annyi tapasztalással, amennyire szükségünk van. És akkor maradsz a középúton. És ezt inkább tapasztalatból sajátítjuk el semmint tudásba. Mert a térképen te nem fogsz járni, a tájon fogsz járni, a szakácskönyvet nem főzöd meg, az ételt főzöd meg. Jó? Értem, köszönöm. Szívesen. Azt szeretném megkérdezni, hogy a gyakorlás során, amikor itt gyakoroltunk a teremben, azt csináltam, hogy figyeltem a környezeti hatásokat, hangokat, próbáltam bent lenni a Testembe úgy mondta ez a félig nyitott szem, és többször volt ilyen, hogy hirtelen így egyik pillanatról a másik pillanatra ilyen testetlenség volt, hogy nem éreztem, hogy van testem, nem éreztem az érzékszerveimet, és egy ilyen lebegésszerű élmény volt, és volt ennek egy ilyen hullámzása, hogy utána jött egy újabb pillanat, akkor, ú, akkor, már nagyon éreztem, hogy fájnak a lábaim, mert nem szoktam itt törökülésben lenni, és aztán ismét egy ilyen, mint hogyha csak úgy lennék olyan mozdulatlanság, és ez, ez, belül is, meg semmi gondolat nem volt, sem, és nem észleltem annyira. Hallottam, hogy madarak csicseregnek, de nem észleltem a testemet. Olyan volt, mint mint hogyha kirepültem volna, vagy nem tudom ezt, ezt mihez hasonlítani máshogy nem is kell hasonlítani semmihez. A kérdésem az, hogy mi a kérdésed ezzel kapcsolatban. Hogy, hogy ez mi? Ez pontosan az, amit elmondtál. Nem több és nem kevesebb. Ez jön és megy. Ha jön és megy, akkor nem ezt keressük. Azt keressük, ami nem jön és nem megy. Viszont ezen tapasztalatok által Előbb-utóbb nyilvánvalóvá válik, hogy mi az, ami nem változik, nem keletkezik és nem szűnik meg, de látja mindezt. Ez a vígya, a látás maga. Mikor tudod, hogy hány óra? Hát ez is érdekes volt magában a folyamatban is, hogy mielőtt elkezdtük a gyakorlást. Egyszerűen. Fel. Mikor tudod, hogy hány óra? Hát mondjuk, hogyha ránézek az órára. Pontosan. Van egy belső Akkor óra elgondolod is. az óra segítségével, hogy hány óra van. Ha nem gondolsz az órára, el tud menni az időérzéked? Is. Hát el. Nagyon. Néha még órával is, ugye? De óra nélkül, hogyha nem emlékezteted magad, hogy hány óra, akkor teljesen mindegy, hogy te mit gondolsz, itt nincs 24 órás ciklus, a nap az nem kell vagy nyugszik, ezt mi gondoljuk így. Mi osztjuk fel ezt a ciklust 24 órára, azon belül 60 percre, és hogyha megszűnik az erről való gondolkodás, megszűnik az időélmény is. És akármilyen furcsa, az összes ilyen, hogy testsúly, könnyűség, nehézség, kívül-belül, ez mind az elmének a terméke. És amikor ez a tevékenység megszűnik, a matrixnak ez az állandó programozó, újrateremtő tevékenysége megszűnik, megszűnik az észlelés is aztán egyszer csak újra előjön. És mindaddig, amíg az ember egyszer úgy aztán mondja, hogy hát köszönjük szépen, elég volt. Most már nem ezzel foglalkozom. Most már valami mással foglalkozom. Például, hogy mit jelent az, hogy három font len. Vagy, hogy száraz szaraboton, és három font len az azonos vagy különböző mert ezzel érdemes, ezzel valami mélyebbre jutsz, mint a puszta fizikai vagy mentális érzékelések hullámzásával. Az kezdő szellemének megfelelően legyek kíváncsi, és az is vagyok. Úgy legyek kíváncsi, hogy szeretnél. Nem kezdjen rakni hozzá. Mondjad. A meditálásnak a három metódusa, amiről szó esett, hogy tárgyas, tárgyatlan, illetve hogy a környezet figyelése. tér és a, a hangok. Tehát és a nem hangok. vagy egy térfigyelő Igen, kamera, Igen, maradjunk Igen, ennyiben, Igen. tehát ez fontos. Okay. Tér és a hang figyelése, ez pontosabb. A mantra, illetve a harmadik a mi ez kérdés. Az. Kipróbáltam mind a hármat, hogy megtaláljam, hogy mi az, ami majd illeszkedik hozzám az elkövetkezőkben, és azt tapasztaltam, hogy a mi ez kérdés egyszerűen nem Működik. Tehát azt érzem, hogy van bennem egy ilyen nagyon-nagyon erős elhárító mechanizmus. A másik viszont, a, a mantra, az viszont elég szépen megtart. És akkor innentől kezdve az a kérdésem, hogy feszegessem a mi ez kérdést, mert át kell menni azon a határon, vagy pedig maradjak bent a mantráb, mantrában. Ha eddig életedet megnézed, mit értél el a makacsága? Köszönöm. Szívesen. Mit értél el a kitartással? Szívesen. Köszönöm. Egyéb kérdés? Én a munkával kapcsolatban szeretnék kérdezni. Akkor meg kell dolgoznod a, a kérdésre. Ja. Dolgozzá, és akkor majd fölteszed. Ma is dolgoztam, meg holnap is fogok. Az nem elég? Ha, okosodsz, okosodsz. Mondjad. Pontosabban a, a külső fizikai munkával, amit, amit itt elvonuláson is csinálunk. Mert amikor mesélted, hogy amikor beköltöztél a, a templomba még Koreában, akkor Sung az Zenmester azt mondta az egyik szerzetesnek, hogy adjatok neki munkát, jó sok munkát. Ezt látom, megjegyeztétek sokan. Igen. És hogy most én átkerültem a, a szórakoztatóiparból az építőiparba, ahol jó sok munka van. Örülj neki. És hogy amikor idejövök, mármint amikor előző két alkalommal idejöttem és, és dolgoztam, akkor szenvedtem a legkeményebben. Főleg amikor egyedül voltam és úgy dolgoztam. És hogy így ez a, a mindennapi életben, hogy milyen szerepe van a, a, munkának. Mert voltak ideológiák, amikor ugye túlzásba vitték és, és láttuk, mi látta a következménye. Nem volt több munka, most többet dolgozunk. Akkor a munka ki volt hangsúlyozva és iszonyatosan hatékonytalan volt. Most többet dolgozunk, mint akkor. Tehát nincs cselekvés, nincs eredmény. Nincs munka, leáll az élet. De nézd meg, hogy honnan jön és hová megy, miért dolgozol, és mi az eredménye. Érdekes, hogy a mullandóságot és a feltételez kötöttséget, meg a tökéletlenséget úgy, úgy nem hallott ki a társadalmi ideológiákból. nem szimpatikus, tehát mindig valami ideát, valami mítoszt, valami új távlatot kell nyitni, és akkor az emberek ezt elhiszik, és motiváltak lesznek, és még többet dolgoznak. Valójában a belső munka nélkül a külső előbb-utóbb értelmét veszti. És itt vannak a kiegések, a leállások, a páfordulások, az eltűnések, hogy egy évig nem hallasz róla, és valahonnan a dél ázsiából küld egy képeslapot a külső munka az, hogy te A városból, B városba, a talicskával elviszed valakinek a karmáját, ez egy idő után értelmetlen, ha te belül nem tudod, hogy ez mire jó. Intellektuális munka ugyanez. Ment-e a könyvek által a világ elébb? Ez nem csak Förös Mart idejében volt hatalmas kérdés. Most is az. Megy-e az egér kattintások által az elme előre, hogy a billentyűzet verdesése által? És előbb-utóbb rájössz, hogy körben forogsz, és el kell végezni valamennyi munkát, hogy éj, mozog, egyél, aludj, társulj, stb. Első körben azt kell megnézni, hogy tényleg honnan jön, hová megy, mi a motivációd, és mi az eredmény. Ez a tárgyi rész. De ami még súlyosabb, hogy mivel válsz, kivé válsz ezáltal, a sok elvégzett munka által. Mert valamivé válsz valakivé leszel. És ennek a kettőnek a meccés pontjában vagy te. Mindannyian. Mit csinálunk, miért, milyen eredménnyel, és kivé válunk ezáltal. És ha ezt megnézed, egyikünk helyzete sem olyan rózsás, hogy csak úgy üldögéljünk a kis babérjainkon. Jó? Ezért dolgozunk. Belül is, kívül is. Köszönöm. Szívesen. Akkor végül is én a meditációról szeretnék kérdezni, meg itt elhangzott az előbb a belső munka, hogy tehát én semmilyen ilyen vezetett meditációban, meg semmilyen meditációban úgy nem vettem részt, tehát most először ültem így, tehát, de úgy gondolom, hogy amikor én végül is az erdőben vagyok, hát nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, de hogy ugye egyrészt amúgy is mindig valamilyen szinten figyelem magam ugye kívülről, tehát a viselkedésemet, a reakcióimat, és azt ugye sok esetben javítom is a hibáimat, tehát észreveszem, hogy mi az, amit másként kellett volna csinálni, vagy mikor, hogyha valami indulatba jövök, vagy ilyen szenvedélyek, ilyesmik ugye elragadnak, hogy annak megkeresem a gyökerét, tehát ezeken így elelmélkedek, és e, igazából nem értem, hogy, 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 mi a meditáció, vagy, vagy hogy ez meditáció, vagy a meditáció valami más, és akkor ugye így egyébként elég sok mindenre rájöttem, mert az életben meg elég sokat változtam, tehát én úgy érzem, hogy a tudatom is tisztult, de ezt így csináltam, nem tudom, hogy ez a mi ez kérdés, nekem úgy még ilyen nem volt, hogy, de tehát, hogy... Tehát nem nem értem. Tudom, Érdekes. Igen? Nem érted, nem tudod, de három percet most eltöltöttél vele úgy, hogy folyamatosan beszéltél arról, amit nem tudsz. Figyelted? Ez bőven elég. Én sem tudom, hogy mi a meditáció. Technika van, de a technika nem a meditáció, ugyanis nem a poharat isszuk meg, hanem a vizet. Tehát a pohárhoz képest a víz az ismeretlen, csak tudjuk, hogy benne van. Tehát anyagilag semmi köze hozzá, csak az egyik megtartja a másikat. Tehát különböző hagyományokban, különböző meditációs technikák vannak, és hogyha a zen szempontjából nézem, és a részletekkel most nem foglalkozom, akkor a meditáció nem más, mint az elme fogalomalkotó, megkülönböztető és emlékező funkcióinak a kikapcsolása. Tehát aki az eniránytűvel már kicsit ismerkedett, a 6 hetes 7-es és nyolcas tudatszint. Tehát az akaratot kiveszed belőle, mind a vonzást, mind a taszítást. Amikor a polaritásokat ebből a háromból kiszedted, akkor fog az azonosulás megszűnni, a saját okosságoddal, emlékezéseddel és fantasztikus megkülönböztető vagy ítélő képességeddel, és egy idő után ez a három jobban is fog működni. De hogy milyen meditáció, azt senki nem tudja. Vannak technikák, vannak tanítások, vannak célok, motivációk, de valójában az a fontos, hogy te kivé válsz ezáltal, és milyen életet élsz, hogyan tudsz segíteni másoknak ezáltal. Nyugaton rengeteg az istenérv, de csak teológia lesz belőle, istenélmény nem. Keleten rengeteget beszélnek a megvilágosodásról, de akik beszélnek róla, azok nem nagyon gyakorolják. A meditáció technikáját leegyszerűsítettük annyira, de tényleg nagyon-nagyon leegyszerűsítettük azért, hogy gyakorolhassd és ne kelljen könyveket elolvasni előtte, és azzal az elmével értelmezni azt a tanítást, amely még mindig nagyon rossz állapotban van, amely miatt te meditálni óhajtanál. Ez az újbor új hordók problémája. Egyszerűen tisztán elkezdett csinálni úgy, hogy nincs szilárd végpont, és nincs teljes vagy tökéletesnek tűnő tudásod róla. Ezt hívjuk elővételezett bizalomnak. Tehát látod a tanító, tanítás, tanítványi közösség hármasságát, annak a működését, és ebből a tapasztalatból kiindulva a részleges tudás alapján, a leegyszerűsített technikák alapján te már cselekszel, már gyakorolsz azért, hogy a megfelelő irányban változz. És útközben szerzed a tapasztalatokat, és útközben módosítasz. Ezért van jelentőség a tanítóval való együttműködésnek. Hát keleten nehogy azt itt, hogy rendszer tanítottak. Á, két dolgot csinálnak. Az akaratodat tesztelik, mennyire erősen akarod, és az első lépést tanítják meg, de azt százszor. Százszor megtanítják az irányvételt, az akarat merre megy, és az első lépést hogyan tedd meg. És a többi már rajtad múlik. Ha az első lépés helytelen, akkor az összes többi helytelen, ha nem elég erős az akarat, akkor akármennyire is helyes az irány, nem fogsz célba érni. Pont. Viszont pont ez a rendszer nélküliség az, amely nyugaton ennek a félreértését hozza. Tehát a fokozatosabb iskolák, ahol rendszer van, ahol fölépítik a házad, de a tetőt még nem teszik rá rögtön, azok megmutatják ennek az egésznek az intellektuális alépítményét, a pszichológiai oldalát, a történelmi, a szociális, az egyéb oldalát, még a felépítésről szó nincs, csak már van valami alap, amire a korábbiak tapasztalatából építhetünk. És a fokozatos ösvények azok azért érdekesek, mert nagyon biztonságosnak tűnnek, nagyon megalapozottak, de mindig fokozatosan mennek előre, és sose érnek igazából célba. Magyarul épül a ház, egy újabb-újabb emelet, szárny, melléképület, de a tető meg a kémény az nincs rajta. A hirtelen iskolák, például a zen, az olyan, hogy fellő egy háztetőt 50 emelet magasságba, olyan erősen fúja a szél, hogy megtartja. Ugyanaz a felhajtó erő, mint a repülőgép szárnyainál, picit görbült a tető. És utána aláépíti a tapasztalatból az épületet. És amikor eléri, akkor a meditáció és a mindennapi élet az egyén és a világ találkozik. De valójában ezt csak azért mondom, hogy egy kicsit az intellektusodnak most desszertet adjak vacsora után. Eredetileg nincs fokozatos és nincs hirtelen. Ebben a pontban megszűnik az a dualitás, hogy egy ösvénynek lenne technikája, célja, eredete, fokozatossága vagy hirtelensége. Tehát, ha ez a pillanat tiszta, minden tiszta. Ha ez a pillanat nem tiszta, semmi sem tiszta. Ahhoz, hogy ezt megértsd, hogy egy csomó mindent előtte le kell rakni az asztalra. És ezt tesszük itt. De ugyanúgy a nézeteket ki is húzzuk az emberek lába alól, hogy amit eddig gondoltál, eddig hittél, az az identitás, amit magadnak éreztél, az bizony nincs úgy. Most más oldalról látod magad. Most másképp tapasztalod önmagad. Most más helyzetben vagy. Másképp viszonyulsz. Gyakorolj és kész. És akkor a környezet, tehát a tanító, tanítás, tanítványi közösség, illetve te egy együttműködésben Tudunk haladni az úton. Oké? Okay? Én az elengedésről szeretnék kérdezni, én pedig a megfogásról. Lehet? Én kérdezhetek? Igen. De okay. akkor ne engedd el a mikrofont. Az lenne a kérdésem, hogy ez az én gyengeségem, vagy pedig egész egyszerűen az a működés mechanizmusa az elengedésnek, hogy mindig fájdalommal jár. És most nem a szenvedésről és a szenvedtetésről beszélek, azt is teszem, ugye fejben pörgetek, fej nehéz vagyok, de hogy ne nekem nagyon nehéz elengedni. És emellett fájdalommal is jár? Így van. Hát akkor nem kéne inkább megfogni, és akkor az örömmel jár? Nem cél az elengedés? Nem. A felébredés a cél, amikor látod a tudatot tiszta tükrében, hogy most megfogni kell, vagy elengedni. És ha nincs rá lehetőségem, hogy megfogjam? De van, csak nem láttad. Nincs tragédia, nincs áldozat, meg nem látott karma van. Oké? Okay? hogyha ez addig ment bennem, hogy délután kimentem a rétre, és teljesen váratlanul sírnom kellett. Ez az rész, nagyon jó. jelenti-e azt, hogy valamit elengedtem? Nem, de ez azt jelenti, újra... hogy sírtál egy jót. Ez ezt jelenti, és a szíved megkönnyebbült, mert különben az az eszméletlen tömegű érzelmet, amit egyébként egy kis tüzes katlanodban ott hordozol, nem bírta volna az elme, tehát leviszi testre, és kisírja, és átéli, és remeg, és zokog, és néha teljesen magánkívül van, mert a lélek már nem bírja, annyi karma jelenik meg. Teljesen normális dolog, de mit jelent, még te sem tudod, akkor én honnan tudjam. Kisírtad a karmádat, oszt kész. Hogy ezáltal te elengedtél, megfogtál, átváltoztál, teljesen mindegy. Csak ez a pillanat maradjon tiszta, és akkor minden oké. Okay. Köszönöm. Szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogy leülök, csend van, de érzem, hogy van a csend alatt egy olyan szuszpansz, hogy, hogy, nem akar valami feljönni. És akkor neki fogok, keresek egy ilyen dinamitot, ami felrobbantja, megtalálom, és úgy felrobbantja, hogy kisüti a szemem. Hogy lát egy olyan középutat megtalálni a kettő között, ami még fel is robbant belőle, és nem is süti ki a szemem? Óvatosan, óvatosan. Ha van elnyomás, akkor van robbanás, ha nincs elnyomás, nincs robbanás. Tehát ha te nagyon nagy csendet akarod hallani, és közben a tudattalandodnak a zaját azt elnyomod, az elér egy kritikus tömeget, és utána pedig robban. Ne azon az áron legyünk rendesek, hogy a rendetlenséggel megtöltjük a pincét, és aztán az felrobbantja a házat. Merni kell látni. Ez azzal is jár, hogy az elején úgy érzed, hogy a meditációd marhára nem működik. Tehát meg akarod tartani a mantrát, és mindig a kis karmát kiveri a kezedbe. Felteszed a kérdést, de minden van, csak nem a kérdés. És hölgyeim és uraim, ez normális. Nem veled van a baj. Karma van az izsákodban. És kész. És összetévesztetted magad vele, hogy a vápánt meg a vállad úgy tűnik, hogy egy. És a meditációban semmi mást nem látsz, hogy valójában a karmád és te nem ugyanaz. Te teremted, te viseled, te hordozod, élvezed vagy gyűlölöd, de nem te vagy eredetileg, mert te eredetileg ennek a karmának a teremtője vagy. Viszont mindannyian viseljük a következményeit. Egymás karmájában lubickolunk. Amikor meditálsz, akkor előbb-utóbb ez a teremtő, ez az eredeti tudat, nyilvánvalóvá válik, és le tudod tenni az izsákot magad elé, és pakolsz. Ezt kipakoltam, azt bepakoltam. Az ott kicsikét rendetlen volt, elrendeztem. Túl mozdulatlan, merev volt, kicsit megmozgattam, kicsikét felráztam. Ez spontán teljesen gondolat nélkül történik, ezt hívjuk a lélek öntisztító mechanizmusának. Ha ezt engeded, ez a látás általi megszabadulás. Tehát ne akart belül csendet, mert robbanás az ára. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? De gyakran utaltál erre az ijesztő állatkeretre, meg dinoszauruszokra, amik így fölbukkanhatnak meditáció alatt. Tudnál erre példákat mondani? Mert nem, nem majd te mondasz magadnak, amikor megjelenik. Amíg te nagyon jól viselkedsz meditáció alatt, addig ez nem fog megjelenni hanem egyszerűen azt érzed, hogy nem történik semmi. Tehát van a technika, vagy te, van a környezet, ketyeg az óra, még nem énekeltünk, majd utána ebédelünk, tehát ez a felszíni tudat, semmi gond, és egyszer csak megjelenik valami, ami addig még ott nem volt. És egyszer föl nem tudod fogni, hogy az honnan jöhetett, és kiderült, hogy belőled, a tudattalanodból mert végre a meditáció elkezdett működni, és a tudatos fogalomalkotást, megkülönböztetést és emlékezést, mert ha csak a szépre emlékezem, tudatos emlékezése, azt úgy megszüntette. A középsőben, a megkülönböztetőben van az én kép. Az én képed ott ke keletkezik. És mivel ott keletkezik az én képed, ha azt kikapcsolod, akkor az én képed is megszűnik, és marad a nyers karmának a tapasztalata. Tehát Ez ezen egyik alapelv, hogy közvetlen rámutatása a tudatra. Nincs gyengítés, nincs magyarázkodás, nincs szimbolizálás, nincs rendszerbe kényszerítés. Úgy látod, ahogy van, és ezt tesz felnőtté. És innentől kezdve minden, ami benned, édenkert, Jurassic Park, hullámzó tenger, stratoszféra, ahogy te érzed magad, az majd megjelenik. Nem lehet előre mondani róla semmit. Ó, ha csak azok lennének te. Minden. Gondolatok, érzelmek, mondatfoszlányok, monológok, cselekedetek, múlt, jelen, jövő, az összes érzékszervi hatás felvéve. Ugye, tudom, hogy videószerkesztéssel is foglalkozol, nagyon sok tekercs van ide bent, nagyon sok anyag, nyers anyag. Mi van rajtuk? Csak te tudod. Majd egyszer megjelenik, és nem is az a fontos, hogy hány vásznat tölt meg műsorral az ember, hanem hogy egyszer vegye már észre, hogy a rendező az nincs a vásznon. Tehát a rendező az nem a színpadon vagy a filmben van. A rendező az elsősorban nézi, másodszorban vágja és teremti az egészet. És hogyha a meditációt helyesen végzed, akkor ebben a képzeletbeli moziteremben egyszer csak nem az előadással foglalkozol, már nem csak a rendező székén akarsz szülni, nem bemész a vetítőterembe. Élőben látod, hogy az elméd hogy rakja össze ezt az egészet, ebben a pillanatban hogyan teremtjük ezt az élményt. Ez olyan gyors, messze gyorsabb, mint 24 képkocka per másodperc, hogy nem vesszük észre, azt hisszük, hogy ez objektív. De nem. Mindannyian az elménkkel, testünkkel, lelkünkkel összerakjuk és megteremtjük ezt a realitást. És így, hogyha belépsz a vetítőterembe, akkor azt látod, hogy egyszer kifogy a tekercs, mielőtt a másik tekercset fölteszed, a vetítővásznon nincs semmi. És ezután már azt a tekercset teszed föl, ami nem csak neked jó, nem csak a szokásaidból, az énségedből következik. Megváltoztatod a műsort. Mert tudod, hogy nem eleve elrendeltetett a tekercsek sorrendje és miben léte. Ekkor válsz teremtővé, és nem csak ilyen szenvedő teremtett kisemmizet 1 per 8 milliárd humanoiddel. Ehhez viszont belül kell látni azt, hogy te eredetileg a karmád teremtője vagy, a következmények viselője is, de mint teremtett, nem vagy vele azonos. De hordozója vagy. És mi történt itt, hogy ezt nem látják az emberek? Tudatvesztés. Ez az avidja, amiről beszélnek. Nagyon sok mitosz mondja, és volt egy aranykor, mely után jött az ezüst, a bronz, meg a vas, és most még rosszabb, hogy a rozsdás vagyunk, meg ilyenek. Hát ez nem így van, kérem szépen. Ez egy olyan dolog, hogyha lett volna igazi aranykor, akkor abból nem lett volna ez az összes többi, mert aranyból lett volna. Tehát ez az emberiségnek egy visszavetett Azaz teleológikus önképe, hogy a múltban jobb volt, és akkor majd a jövőben jobb lesz. Tehát pont a jelenről feledkezünk el. Tehát ez egy tudatvesztéses állapot. Egyszerűen elfelejtettük, hogy kik vagyunk, és helyére behelyettesítettük ezeket az önképeket. Tehát igazi önvalónk helyett az egoitásunkat éljük. És az utonjárók és a tanítók egyetlen üzenete, hogy ennek nem kell így lennie. Csak végig kell menni az úton amely a hamis önképektől való megszabadulással kezdődik, igazi önvaló tapasztalatával folytatódik, és mások segítségében sem ér véget. Csak az a szomorú még ebben, hogy hogyha itt tényleg, mikor visszamegyünk dolgozni meg a külvilágba, akkor nekem legalábbis nagyon hamar elkezd koszorodni a tükör. Bizony. És igazából otthon gyakorlunk, gyakorlunk, reggel este meditálunk, meg énekelünk, de Hogyha ide nem járunk el, elvonulni, akkor nincs meg ilyen átütés, nincs meg az átütő hatás. Tehát, tehát jövünk. Tehát gyertek. Ez ennyire egyszerű. Ha a meditáció munkájára kérdezel, és mondjuk az első ütést belül kibírja a hordozó, az alany, akkor magából a traumából ki kell venni azt a polaritást, azt a negatívumot, amely által a tudattalan legmélyebb pincéjébe te azt elnyomtad, mert a túlélő ösztönöd az diktálja, hogy ilyet többet soha nem akarok tapasztalni. És ez a soha nem akarok tapasztalni lenyomja a legmélyebb pokolba, ott megerősödik, és magával rántja a hordozót ugyanabba a pokolba, ahová soha nem akar visszajutni. A meditációban pedig a fordítottja történik, itt vagy, és hozzád jön fel az élmény. És akkor két dolgot kell tenni. Az egyik, hogy te nem mozdulsz. Azért tanítjuk a nem mozduló tudatot, hogy ne kövesd a korábbi traumatikus karmádat. És hogyha nem mozdulsz, akkor a polaritás, az elképesztő szélsőséges élmény kijön a tapasztalásból, és visszanyeri az ilyenségét. Azt az ilyenséget, amely mondjuk az igazság ilyensége. Innentől kezdve a második lépés is megvalósulhat, hogy visszatérsz a lényeghez, amely a nem azonosulás tapasztalása, és ezáltal megszabadulsz a korábbi tapasztalat kényszerétől. A kényszer az, ami megismételteti veled. Ha nincs polaritás, nincs azonosulás, nincs kényszeres ismétlés. Akkor szabadultál meg, és ekkor a tapasztalatban rejlő elképesztő energiát valami másra tudod használni. Ez közszóval transformálás, hát átalakulás. De ez anélkül nincs meg, hogy a szélsőséges, duális véleményt, címkét leneszed róla. Ezt szoktuk úgy mondani, hogy lásd úgy, ahogy van. Nem úgy, ahogy akarod. Nem úgy, ahogy félsz tőle, vagy reméled. Nem úgy lásd, ahogy van. És ekkor kirajzolja azt az okozatiságot, amelyet eddig féltél látni, nem akartál látni. Mert mondjuk olyan változást okozott volna benned, hogy azt épp akkor nem bírod ki. Tehát például az elkövetővé vagy áldozattá válásnak a mechanizmusát egyikünk sem szereti, és inkább letagadjuk. Csak azért, hogy védjen magam az önképemet, a viszonyaimat, a felfogásomat, és amikor ez megszűnik, mert a trauma üt és ver, akkor még mindig csak félmunkát végeztünk, mert a valódi okozatosságot még nem láttuk. És amikor kiszeded a jó és a rossz polaritását a tapasztalatból, és megtartod és látod, nem menekülsz, és nem harcolsz, és nem fagysz le, akkor ahogy a puzzle darabok szépen elkezdenek a helyükre esni, látszok maguktól, kiviláglik, hogy valójában mi történt valójában miért jött létre. És ekkor az is, hogy hová megy, mi az enyész pontja. És amikor visszaintegrálódik a személyiséged normális, működő egészébe, akkor eltűnik, mint trauma. Elismered a felelősségedet, látod mások felelősségét, belekerül az idő folyamba, a kirekesztettségből, az elkülönültségből, és így a tudatosodás megtette hatását. A megszabadulást, a látást segítette elő. És ezért van az, hogy bennünk annyi minden a felszínek kerül, hogy ott állítólag jó szeretnénk érezni magunkat, és folyamatos horrorfilm van belől az elején. Aztán megszűnik. Hát Mihelyt láttad, az ilyenségében tudomásul vetted, az okozatiságában a bölcsességet elnyerted, abból jelenik meg az együttérzés mások felé, mások iránt. És ehhez tapasztalni kell. Ehhez engedni kell szépen, hogy a tudattalamból ezek jöjjenek föl. Ha jól csinálod, akkor a szanga egészében tudsz maradni, mert nem szed szét annyira, hogy te antiszociális legyél, vagy elvesztítsd az időérzékedet, vagy ne tudj enni a többiekkel. Ha ilyen van, akkor sajnos nem tud további gyakorolni az ember. Ha viszont itt van és csak hallgatja a madácsi csergést 90 napon keresztül, és nem történik semmi belül, ilyen nincs, akkor viszont nem használta ki a lehetőséget. Úgyhogy én kívánom, hogy mindannyian éljünk a darma lehetőségével, járjunk együtt az úton, teregessük a saját dinoszauruszainkat megfelelő állatkertbe, ahol ők legelészhetnek békésen. Nincsen velük semmi baj, csak az a dupla fogsor, meg a ragadozó hajlam, az valami munkát kell, hogy kapjon, nem is keveset. Nagyon örülök, hogy együtt gyakorlunk. Ez a közös cselek, és nem csak az enmesterünknek, Szunkszánszonyimnak volt az ideálja, hanem egy olyasféle gyakorlási mód, ahol a sok-sok krumpli az egymást tisztítja a darma vizében. Kívánom azt, hogy további közös erőfeszítéssel gyakoroljunk, Érjük el a felébredést, és szabadítsunk meg minden lét a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet!